A magyar futball élő legendája a 70-es, 80-as évek magyar labdarúgásának legnépszerűbb és egyben legjobb játékosát, a Ferencváros saját nevelésű focistáját, Nyilasi Tibort, a Teveli műfüves pálya díszvendégét arról kérdeztük, eljönne az az idő, amikor nem a legnagyobb világsztárok, például Messi és Ronaldo nevével ellátott mezeket vásárolnak a foci szerető kisebb-nagyobb gyerekek és a felnőttek. Amikor az ő idejében sok kisrác hordott az ő nevével ellátott Fradi, illetve válogatott mezt az utcán. A magyar futball kultúra ugye van jelen, volt múltja, nagy múltja, jelene, jövője, ebbe beletartoznak ezek a gondolatok, de nem baj. Tehát én nem esek kétségbe attól, hogy a gyerekek a Messi és a Ronaldo példáját és a mezét hordja, és azt az utat látják jónak. Tudomásuk elni, hogy a világ megváltozott, ami nemhogy 5 évvel ezelőtt, már mint a futballban, ami tavaly igaz volt, az már most okafogyottá vált, azaz annyira változik a futball, és annyira változik az élet, hogy tudomásul kell venni, hogy ezek a gyerekek ebben nőttek bele. De ha a futballt szeretik, akkor én nem bánom, hogy milyen mezt hordanak, de viseljék büszkén, focizzanak, és érezzék otthonuknak a futballpályát. A ferencvárosi legenda szimpatikusan diplomatikus választ adott, mint ahogy arra a kérdésre is, eljön-e az az idő, amikor magyar játékosok lesznek többségben a Fradi nemzetközi szinten is versenyképes csapatában a mai helyzettel ellentétben. Nekem teljesen mindegy a Ferencvárosnál is, alakuljon ki egy olyan verseny, nyilván, ami azt jelenti, hogy a magyar fiatalok fölveszik a versenyt, és remélem, hogy ezek a gyerekek megkapták ezt a csodálatos kis műfüvet. Ez nem azt jelenti, hogy elkényeztetik őket, hanem egy lehetőség arra, hogy egyre többet futballozzanak, 5-6 órát töltsenek a pályán, és akkor előbb-utóbb meg lesz az eredménye. 5 év elteltével talán már érdemes lesz visszatérni a most felvetett két kérdésre.